Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. És tessék? Elfelejtetted mondani, Krisztián. Köszöntök mindenkit, a Restartot látjátok, informatikai segítségnyújtás egy órában itt a Fixen, ahogy ezt megszokhattátok, általában így hétköznaponként, hétfőtől péntekig, pénteken ugye Marcival kiegészülve, Restart Extra címen a hét összefoglalója, márhogy így az IT események összefoglalója. Én a Mendi vagyok, szevasztok még egyszer. Vannak elérhetőségei, ma is be tudtok kapcsolódni hozzánk, 44-51-349-es, ez a mi telefonszámunk, csöröghettek, alapdíjas, semmilyen többletköltség senki számára nem jelentkezik, hogyha hívja ezt a számot. Ezt lehet Skype-on keresztül is megtenni, hogyha valaki rendelkezik internetkapcsolattal, akár a mobilján, táblagépén, számítógépén, vagy ahol egyáltalán van Skype-os, vagy okostévéken is van. Lehet hívni, akár videóhívás formájában is, ha egy webkamerával is rendelkeztek. tv.fixhd, ezek vagyunk mi. Jelöljetek bennünket partnerként, és már is van lehetőségetek ide beszólni a műsorba, illetve hát leginkább kérdezni, ne szólogassatok be, csak kérdezzetek. Jó, bitboxokat se szeretnénk fogadni, tehát előre mondom, ez nem az a műsor. Jó, informatikával foglalkozunk, úgyhogy szeretnék segíteni azoknak, akik rászorulnak a segítségre, márhogy az informatika terén, illetve mindenféle újdonságot, érdekességet is megosztanék veletek nagyon szívesen. Úgyhogy tessék nyugodtan csörögni, ha kérdés van, de természetesen nem csak kérdéssel lehet, hanem ha bármilyen hozzászólás van, ezeket is várjuk. Van egy Facebook oldalunk is, illetve több is, de a televíziónak egy van, ez a facebook.com/fixhd, tessék minket lájkolni, ha vagy valaki nem tette volna meg, és az üzenőfalon keresztül lehet írni nekünk az idővonalunkra, én ezeket folyamatosan figyelem itt a műsor alatt, és válaszolok a kérdésekre, illetve tolmácsolom az esetleges hozzászólásokat bármilyen témával kapcsolatban, ami nagyjából az IT, illetve az informatikát lefedi. Ezen kívül van egy saját Facebook oldalam is, lehet engem követni a facebook.com/vendifix oldalon, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek volna meg esetleg, oda is szoktam mindenféle érdekességet posztolni, úgyhogy aki szeretne követni, megteheti, tehát facebook.com/vendifix, még egyszer a Facebook oldalam címe. Ezen kívül van a televíziónak egy weboldala is, ahol nézhetők és visszanézhetők az adásaink, élőben figyelem kísérhető az adásunk az interneten, SD, illetve HD minőségben, és kattanjatok ránk megfelelő lejátszó segítségével, ami gyakorlatilag ugye flash, most már flash alapú a lejátszónk. Ezek segítségével lehet nézni az adást. Ha valaki jó minőségben vágyik arra, hogy nézzen bennünket, akkor a HD ikonra kattintson. Aki egy kicsit gyengébb minőséggel is megelégszik, akkor neki az SD minőséget javaslom. Vagy hát lehet tévébe is nézni minket, hogyha valakinél ugye foghatóak vagyunk, hamarosan egyre több helyen, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és persze ti is tudtok segíteni, ha jelzitek a kábel szolgáltatótok felé, hogy szeretnétek a tévében nézni bennünket, és akkor természetesen ezzel hozzá tudtok bennünket segíteni, illetve magatokat is, hogy hamarosan mindenkinek a tévékészülékén jelen legyünk, bár akinek okos tévé, már most is tud minket nézni, ugye, hiszen azon lehet internetezni, interneten keresztül pedig foghatóak vagyunk, sőt, mobilon is foghatóak vagyunk, vagy táblagépen, ott pedig az m.fixhd.tv-s címet javaslom nektek, hogy pötyögjétek be a böngészőbe, és a megfelelő ikonra kattintva, ugye operációs rendszer ikonjára, úgynevezett Naughty streamet kaptok tőlünk, tehát a megfelelő hardware le fogja tudni játszani akadozásmentesen ezt az adást. Persze valakinek még jobb kütyüje van, tehát valami nagyon okos telefonja, meg nagyon okos táblagépe, akkor ő nyugodtan a weboldalon keresztül is nézheti ezt, tehát ott akár a HD minőség is működik egyébként, kipróbáltuk. Nem is olyan erős táblagéppel egyébként, ami flash támogatással bír, ugye, hiszen egyelőre flash és a lejátszó része legalábbis az adásunknak, úgyhogy, és működik, és tök jó HD minőség is táblagépen, úgyhogy akár azon keresztül is nézhetőek vagyunk. Na kérem, hát akkor kezdjünk bele itt a dolgokba. Szokás szerint ugye átnézegettem az informatikai portálokat,
hogy milyen érdekességekkel szolgálnak nekünk a mai napra. Sőt, Andris kollégám is ajánlott itt nekem egy cikket, méghozzá egy Apple-lel kapcsolatos cikket. A Wall Street Journal írt először arról, hogy az Apple felvásárolta a Wi-Fi Slam nevű céget 20 millió dollár körüli összegért. Miért is tette ezt? Az Apple is elismerte az akvizíciót, de az okát egyelőre nem árulta el. Szokásos szöveggel válaszolt, a cég időről időre felvásárol kisebb vállalatokat, oszoljanak emberek, nincs itt semmilyen látnivaló. Ez természetesen csak ugye a szerkesztő megjegyzése. Na de hogy miért is jó ez a Wi-Fi Slam nevű cégnek a megvásárlása, mivel is foglalkozik ez a Wi-Fi Slam? Erről is fogunk másodperceken belül valami infót adni nektek. Nem nehéz kitalálni egyébként, hogy mit kezdene az Apple az újonnan bekebelezett vállalattal. A Wi-Fi Slam ugyanis kifejezetten épületen belüli helymeghatározásra szakosodott, 2,5 méteres pontossággal képes megmondani, merre vagyunk a falakon belül, kizárólag az elérhető Wi-Fi routerek adatai alapján. Ugye hát ez valamilyen szinten érthető, vannak is ilyen programok egyébként PC-re is, hogy gyakorlatilag a Wi-Fi térerőből ő nagyjából be tudja kalibrálni, akár körülbelül ilyen 2,5, inkább 3-4 méternél maradjunk, távolság, tehát ugye ilyen pontossággal, hogy körülbelül merre lehetünk. Persze ez a környezeti viszonyoktól is függ, tehát azért nem pontosak ezek az információk, de ilyen pontossággal is meg lehet akár határozni, hogyha valaki valahol van. Ugye nem feltétlenül csak a GPS alapú hely meghatározás létezik, hanem akár ugye mobilon van az úgynevezett cella információ alapján lévő meghatározás is, tehát ha nincs bekapcsolva a GPS, de akkor is nagyjából tudja azért egyébként a telefon, hogy hol vagy, nagyon meglepő, nem? Tehát például én is néha bekapcsolom ugye a hely meghatározást, vagy valami éppen kezeli, és azt nézem, hogy egész pontos helyzetet ad rólam, pedig nincs is bekapcsolva a GPS-em, hát ugye a cella információk alapján, tehát a mobil hálózat, a mobil adó torony is tud ilyen információval szolgálni, és a Wi-Fi is egyébként. A kulcs az alaprajzokban van, csak akkor van értelme az egésznek, ha az épületen belül a falakat is látod, vagyis az adott szolgáltatást előzőleg a megfelelő információval el kell látni. Ugye itt itt ebben a fontos, amit én is általában mondani szoktam itt a Wi-Fi kapcsán, hogyha valaki panaszkodik esetleg, hogy mit én gyenge a térerő, pedig mit tudom, egy szobában van a routerrel, vagy csak a szomszéd szobában szeretné látni, nem mindegy, milyen anyagból van a fal például. Tehát tévhit az például, hogy a gipszkarton falakon jobban átmi a Wi-Fi-je. Nem igaz, ugyanis általában a gipszkarton falak ilyen fém vázzal vannak bevonva, és például a fémen már kevésbé megy át ugye a rádió hullám rendesen. Tehát a téglafalon elvileg sokkal jobban átmegy. Ez például most csak egy ilyen dolog, amit így, ami érdekesség. Tehát, hogy hiába vékonyabb a fal fizikailag, más anyagból van, ugye itt a közvetítő anyag a levegő, tehát ha az valami annak az útjában van, azt valahogy meg kell kerülni, át kell hidalni, és a rádióhullám például egy téglafalon sokkal jobban átjut. Na, a dolog egyébként nem újdonság, az androidos Google Indoor Maps szolgáltatása is hasonló lenne. A Meló parkiak több mint 10 000 alaprajzot szereztek meg az elmúlt időben 13 országból. Lehetséges, hogy az Apple is ebben az irányban gondolkodik, bár a módszer még elméleti síkon is ködös. Ha ugyanis ez egy iOS feature lenne a jövőben, nem indulhatna el úgy projekt, hogy léci támogassátok és töltsétek le a fájlokat a szervereinkre. Ez a Google asztala. Az Apple-nek magának kellene beszereznie ezeket, minél többet, hogy amikor élesedik a szolgáltatás, akkor már használható is legyen, legalábbis a fontosabb piacok nagyvárosaiban. Ugye itt a múzeum látogatásról beszélünk például, ami a Google-nél működik, tehát hogy komplett tárlatokat lehet például végignézni. Ez is egy szolgáltatás, nem feltétlenül ez az Indoor Maps, de van ilyen jellegű is, tehát hogy házon belüli megoldások, tehát bizonyos, igen, hát gyakorlatilag múzeumok, illetve olyan közterületek, ahol, vagy épületek, közintézmények, ahol ez engedélyez van, illetve ami a Google adatbázisában fel van töltve, valami hasonlóra készülhet itt az iOS is, illetve az Apple is az iOS-en belül. Hát majd kiderül, ha még össze is szednek mondjuk 10 000 rajzot, ami egyébként nem sok, akkor is csak ott tartanak, mint most a Google. Ez olyan küzdőtéren térképes szolgált, ez olyan küzdőtér térképes szolgáltatások esetében, ahol egyszer már nagyon kikaptak egyébként az Apple-ék, de azért hajrá, reméljük van még más is a tarsolyban, legalábbis szolgáltatás újításképpen. Andrisnak köszönjük szépen a cikket.
Hát nem tudom, ki mennyire szeretné, hogy meghatározzák egy épületen belül is, hogy merre van. Mondjuk a főnököknek ez jó lehet, nem? Tehát nincs a helyén az alkalmazott, akkor na merre, azt nézzük csak. És akkor megkeresi az épületen belül. Mondjuk erre esetleg jó lehet, ha jó lehet. Okay. Na, nézzük tovább, hogy mi a helyzet, tessék nyugodtan írni nekünk, ha jól látom, akkor Rodi már posztolt is nekünk itt cikket, például a Samsung Galaxy 4-esnek az áráról, erről már beszéltünk egyébként, hogy nagyjából milyen árban fog majd ez itt megjelenni, ha nem is feltétlenül nálunk, ugye erről is beszéltünk, hogy nálunk általában minden egy olyan 20-30%-kal biztos drágább, mint Európában, és mondjuk az Egyesült Államokhoz képest, ahonnan ugye az egész elindul, akár az androidos, akár az iOS-es eszközöket nézzük, de gyakorlatilag nem csak a telefonokra vonatkozik, hanem majdnem minden elektronikai kütyüre, amelynek az Egyesült Államokban van a fő hadiszállása, és onnan indul gyakorlatilag a termelés. Az általában ugye egy jó másfélszeres áron szokott itt nálunk idővel megjelenni. Ez abból fakadóan is van, hogy sajnos ugye úgy dolgoznak ezek a cégek, hogy az a 1 euró 1 dolláros árfolyamon, ami ugye nem ugyanaz, de hát valamiért ezt ők így határozzák meg. Tehát mire Európába ér már drágább, és mire Magyarországon ér, akkor meg pláne drágább. Tehát ezt igazából nem tudjuk nagyon kikerülni. Na erre hozhatnának valami törvényt igazából, bár most biztos nagyon sok viszont eladó, akkor engem nagyon utál, hogy ezt mondtam, de ez van, akkor is ezt gondolom, tehát azért felháborítónak tartom, hogy itthon ilyen nagyon drágák ezek a kütyük, miközben külföldön meg jóval olcsóbban, ha nem is olcsón, de jóval olcsóbban be lehet őket szerezni. Aztán szintén egy cikk, amit Rodi is posztolt, hogy viszik a tableteket, mint a cukrot, mert olcsó, erről akartam én is nektek beszélni, ez valóban így van egyébként. Tavaly az eladott táblagépek darabszáma 180%-kal nőtt, főként az év második felében piacra lépő számos márkának és alacsony árnak köszönhetően. Felmérések szerint 2012-ben az eladott készülékek darabszáma meghaladta az évi 210.000 darabot, itt Magyarországról beszélünk, érték alapon a növekedés mérsékeltebb volt, az összes eladott táblagépek értéke 2012-ben 80%-kal nőtt az előző évihez képest. Tehát több tabletet adtak el, igaz, hogy olcsóbb tableteket, de akkora volt a mennyiség, hogy 80%-os növekedést produkált ez a tavalyi év végére. Az értékelések szerint a teljes eladási érték szerényebb dinamikájú növekedésének hátterében a piac alacsony árkategóriájú modellek felé való elmozdulása áll, míg 2012. januárjában az értékesített készülékek átlagára 140.000 forint körül alakult, addig ez az érték 2012. decemberében már csupán csak 55.000 forint volt. Hát, ugye én kicsit szkeptikus vagyok, majd este lesz ugye az István is, de most én vagyok, szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy olcsó táblagép. Hát igen, ugye tudjuk, hogy olcsó húsnak híg a leve, bármennyire is közhely, de tényleg így van. Tehát volt már szerencsém használni erős, drága táblagépet, és volt már szerencsém használni teljesen belépő szintű, gyengusz, olcsó táblagépet. Hát van különbség. Ez ugyanaz, mint a mobiloknál. Tehát a dinamikája, a használhatósága, a gyorsasága, sajnos ez ezen múlik, tehát majdnem, nem 100%-ig kijelenthető, de majdnem 100%-ig kijelenthető, hogy minél drágább, annál gyorsabb és annál jobb. Ugye nagyobb a proci benne, nagyobb a tárkapacitás, grafikus gyorsítás, ugye hát márkásabb, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy jobb is, ugye, tehát itt van esetleg egy kis homály ebbe, tehát azért, mert valaminek van neve is, és csak azért vegyünk olyat, és azért drágább, ez nem feltétlenül van így, de azért a nonémekkel, valljuk be őszintén, az mindenki egy kicsit olyan kétkedve áll azokhoz hozzá, hogy na, vajon ez mit tudhat, hát soha nem hallottam még a nevét. Hát sajnos olyan is, tehát vannak jó, ki lehet fogni jókat, de azért vigyázzunk ezekkel, jó? Tehát ne várjunk tőle sokat, tehát 20.000 forintért vehetünk egy táblagépet, még lehet, hogy olcsóbban is, de attól ne várjunk sokat. Tehát úgy netezgetni, facebookozgatni, átlagos használatra tök jó, csak legyen türelme az embernek, mert játékra már kevésbé jó, azért nem lesznek olyan dinamikusak a dolgok, nem lesz mondjuk normális flash támogatás, vagy ha van is flash támogatás, akkor ugye a processzor gyengeségéből kifolyólag mondjuk egy HD flash videót megnézni, az nem biztos, hogy működni fog rajta, tehát nem arra flash
gyártásra van azért kitalálva. Ugyanaz majdnem, mint hogyha számítógépekről beszélnénk, tehát egy gyorsabb gépen jobban, dinamikusabban mennek a dolgok, egy gyengébb gépen logikus módon szaggatni fog, akadozni fog, megáll, várunk, idegeskedünk, csapkodunk, ugye? Tehát, hogyha valaki szeretne venni 20 000 fontos táblagépet és két nap múlva földhöz vágni, mert megunja, hogy ilyen lassú, akkor én azt gondolom, hogy ne, inkább egy picit többet áldozzunk rá. Tényleg ilyen 60-70 ezer forintos kategóriában már vannak egész jók egyébként, sőt, azok már tényleg a közepesnek számítanak. Igaz, hogy a kisebbik fajták, tehát ekkora, ennyi, ilyen árért a gyorsabb gépekből inkább a kisebb, tehát a 7 szolos, max 8 szolos verzió az, ami kapható. Az meg ugye kicsike, legalábbis én úgy gondolom, nekem az pici. Én dolgoztam már nagy táblagéppel és kisebbel is, már hogy volt szerencsém úgy használgatni, mert nekem egyébként úgy nem nagyon van, itt bent van a tévében is azt szoktam néha nyomkodni, az egy közepes, inkább a nagyobb verzió. Igazából az már kényelmesebb. A 8 col az még kicsi, azt gondolom, hogy 9 col-tól kezdve már mondhatni kényelmesnek, és onnantól kezdve talán az már jobb is. Sajnos, hogyha ilyen 50 ezer forintos kategóriában gondolkodunk, akkor mondjuk márkásabbból vagy jobb minőségből kisebbet kapunk. Ugyanilyen árért lehet már nagyobbat kapni a gyenge minőségből. Ugye? Tehát itt jó meg kell fontolni, mert már nagyon sok felé ágazik ez a piac. Az átlag árak drasztikus csökkenését az okozta egyébként, hogy míg a 2012-es év elején a piacot két nagy márka prémium termékei uralták, addig az év második felében rengeteg új márka jelent meg, amelynek többsége éppen az alsó árkategóriát célozta meg, közölte egy piackutató cég. Az adatok szerint a magyar táblagép piacon 2012. decemberében már több mint 40 gyártó képviseltette magát. A legnépszerűbb készülékek a legalacsonyabb árkategóriában találhatók. A 60 ezer forintig terjedő árszegmens a teljes piac több mint 70%-át jelentette a 2012. decemberében darabszám alapon. Gyakorlatilag ennyi a statisztika. Hát én úgy látom, hogy azért kicsit ilyen bolhapiac feelingje van akkor ennek a dolognak, tehát mondom, én nekem nincs jogom itt bárkit elítélni azért, mert olcsóbb táblagépet vesz, mert csak ezt engedheti meg magának. Csak én úgy gondolom, vagy hát ha elég és megvan bele elégedve, akkor semmi gond nincs, akkor jó vétel volt. Viszont én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember, hogy mondjam, dinamikusan tényleg jól tudja használni, és egy tényleg egy olyan gépe legyen, ami úgy legalább középkategóriás, és akkor se nem jó, se nem rossz, akkor azért az nem 20 ezer forintnál kezdődik, hanem valóban igen, az 50-60 ezer forintos kategóriát kell megcélozni, még az újabb márkákkal is. Tehát, hogy most itt nem a nagy márkákról beszélek, hanem a kevésbé ismert, de mondjuk itt táblagép esetében egyébként vannak kimondottan olyan gyártók, amik már erre szakosodtak, vagy esetleg navigációs berendezéseket forgalmaztak korábban, és ugye valójuk a navigációs berendezések mennek ki a divatból, mert az okostelefon meg a táblagép rendelkezik GPS adóbevővel, innentől kezdve gyakorlatilag egy jóval multifunkcionálisabb készüléket foghat az ember a kezébe, majdnem, hogy ugyanolyan árért. Mert ha megnézzük, hogy egy navigációs berendezést mondjuk pár évvel ezelőtt mennyire lehetett kapni, hát azért az árért most már majdnem egy közepes ugye táblagépet kapunk. És egy navigációs berendezés, ha csak nem PDA, ugye, mert régen ezt PDA-nak hívták ezt a kategóriát, vagy volt még a PNA, ugye, amik a PNA az kimondottan erre volt jó, más nem is nagyon tudott, a PDA azért már fel volt ruházva bizonyos képességekkel, tehát volt benne esetleg Bluetooth, tehát kihangosításra lehetett használni, például, de most csak egy példát mondtam, és mondjuk olyan operációs rendszer futott rajta, mint Windows Mobile, az ezeken általában ez szokott a jellemző lenni. Ha még van valakinek navigációs készke, nekem is van egy egyébként, mert ugye hát GPS-em volt a kocsiba, de hát mióta telefonom van, azóta gyakorlatilag azt használom. Megvan azért tarcsiba, nehogy ha valami gáz van, vagy ilyesmi azért legyen, de ugye hát sokkal több előnye van egy okos telefonnak, vagy egy táblagépnek mondjuk a navigálásban, már csak azért is, mert ugye létezik online navigációs szoftver, lásd Google Maps, vagy ugye, hogyha valaki iOS-t használ, akkor az Apple Maps. És az tök online, tehát innentől kezdve nem kell a térképeket megvásárolni, letölteni a készülékre, állandóan frissítgetni, hanem gyakorlatilag online vagyunk, amihez mondjuk elengedhetetlen az internet kapcsolat. Tehát ugye valamit valamiért áll, az itt is érvényesül, de én úgy gondolom, hogy a szemlélet egyre inkább az okostelefonok felé hajlik, tehát ugye majdnem mindenkinek most már az van, tehát ha valaki mostanában mobilt vesz, én nem nagyon hallottam mostanában olyan emberről, aki ne okostelefont venne.
Van, akinek még nincs, mert még nem cserélte le a készülékét, olyanról már hallottam, bár az is már ritkaság számba megy, de aki készüléket akar vásárolni, az mostanában úgyis okostelefont vesz magának, mert tényleg olyan árban hozzá lehet már jutni, hogy gyakorlatilag a rendes mobiltelefonok azok nagyon kimennek a divatba. Maximum ilyen kis céges telefonnak szokták emberek, vagy ilyen tartaléktelefonnak használni a mobiltelefonjaikat, mint úgy. Na, úgyhogy táblagépek nagyon hódítanak, tényleg, ez így van, töretlenül. És ha már itt tartunk a táblagépeknél, akkor egy-két hírt hagyd mondjak nektek a Windows 8-ról, ugye, ami leginkább táblagépekre készült, valljuk be. Igaz, hogy asztali gépeken is elérhető, sőt, mi több. Tehát a Microsoft nagyon erőltető asztali gépeken is használják a Windows 8-at. Ugye a véleményemet ismeritek erről, nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel, nem is fejtem ki, hogy pontosan mi az. Bízzunk a frissítésben, és nem kell sokáig várnunk, mert vannak már élménybeszámolóink a Windows Blue-ról, ami ugye az első frissítése lesz a Windows 8-nak. Van egy kicsi videónk is róla, itt pont egy táblagép, egy érintő képernyős eszközön próbálják demonstrálni, hogy mit is fog tudni. Mint azt már korábban is elmondtuk, a napokban webre szivárgott a Windows 8 első jelentős frissítésének egy belső fejlesztői változata. Ugye torrentre már valaki szemfüles le lehet tölteni, vagy le lehet tett tölteni, nem tudom mennyire korlátozták azóta. A letöltésre világszerte már is lecsaptak a teszterek, akik villámgyorsan kiderítették, hogy milyen változtatások és fejlesztések lesznek majd a megjelenésekor a Windows Blue-ban. A fejlesztések között már az első pillantásra szembetűnő, hogy a Windows 8-ban megjelent metró stílus start képernyőt érintő változásai, amik alapvetően nem alakítják át a sokat kritizált új képernyő működését, mégis kényelmesebbé teszik majd annak használatát. A Windows Blue start képernyője ugyanis átláthatóbb és jobban szervezett lesz, mint eredeti változatában, amiben sokkal gyorsabban lehet majd a keresett információkat és alkalmazásokat megtalálni, mind pedig érintő képernyős környezetben. Az elsősorban két, bár egymással szorosan összefüggőnek tűnő fejlesztésnek lesz köszönhető, amik közül az egyik a korábbinál kisebb, gyakorlatilag a hagyományos asztalon megtalálhatóival egyező méretű csempék, illetve gyakorlatilag ikonok kialakítását is lehetővé teszi majd a start képernyő kezdőlapján. Tehát csináltunk saját csempéket. Ez utóbbinak köszönhetően a képernyő véletlenül átláthatóbbá válik majd, és a felhasználót ritkábban kényszeríti majd a görgetésre a nagyméretű csempék miatt, tehát méretezhetőek lesznek a csempék. A másik a start képernyőt érintő jelentős változás az lesz, hogy azon kvázi alapból megtalálható lesz korábban csak a kereső funkcióban előhívható teljes alkalmazás lista, amely a gépre telepített összes programot egy mátrixba rendezve sorolja fel. Ez a lista mostantól rendkívül egyszerűen a start képernyő kezdő lapjának felfelé tolásával is előhívható lesz, ami elsősorban a fizikai billentyűzetet nélkülözni kényszerű érintő képernyős konfiguráción jelent majd nagy könnyebbséget. Ugye hát csak pont itt az a probléma, hogy még nagyon kevesen használják érintő képernyőbe, vagy ez az egész metro style felületnek ez a problémája. Erre most ebben csinálnak változtatást megint, tehát hogy azoknak még könnyebb legyen, tehát megint csak arról szól, hogy minél inkább át akarják szoktatni az embereket az érintő képernyőre, ami nem rossz, csak néha bizonyos dolgokban kényelmetlen. Ugye egyébként bizonyos dolgokban az ember csak egy kar suhintása, vagy egy új csúsztatással, akár egy képernyőt, vagy több képernyőnyi tartalmat át tud görgetni, ilyen szinten jó, tehát könnyebb, mint az egér. Ugye talán kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az egérhez a görgőt kitalálták, ugye a görgő is egy könnyebbség ugye a képernyőn való krollozásban. De vagyis rollozásban, vagy scrollozásban, ahogy szokták még mondani, de igazából azért még mindig nem elég az szerintem. És mondjuk a metrói felületen nem működik a görgő, az mondjuk egy kicsit jobb lenne, ha talán működne. És még több metró alkalmazást ígérnek egyébként. Az új Windows frissítéséről ugyanakkor általánosságban az is elmondható, hogy abban a Microsoft a jelek szerint tovább fogja folytatni az érintés központú metró stílusú felület kiterjesztését az operációs rendszer minden területére. Ennek legnyilvánvalóbb jele az, hogy még a korábbinál is több alkalmazás kap majd ilyen metró új alapú felületet, amik közül immár olyan egyszerű programok is megtalálhatók lesznek, mint például a számológép vagy akár a hangfelvevő.
Ezen kívül még ébresztő alkalmazás és valamilyen videókkal kapcsolatos új program is részét képezi majd a frissítő csomagnak, amik közül azonban előbbi értelemszerűen elsősorban csak mobil eszközök esetében lesz valóban használható, utóbbi pedig olyan korai stádiumban van, hogy még az sem egyértelmű, hogy pontosan mit is csinál majd ugye a videóval kapcsolatos alkalmazás. Hasonlóan kezdetleges állapotban lehet a File Manager alkalmazás is, amelynek egyelőre csak nyomait sikerült azonosítani a kiszivárgott Blue frissítésben, és ami a feltételezések szerint a klasszikus Windows intéző Metro felületű párját képezi majd. Aztán mi van még itt, mert egyébként nagyon sok újdonságot tartalmaz már, ha így csak ezeket a kiszivárgott információkat nézzük akkor is. Az új alkalmazások megjelenése mellett várható lesz már korábban is ismert Metro programok frissítése, illetve bekerülése az alap Windows telepítőbe. Így például a Microsoft SkyDrive tárhely szolgáltatás, az Outlook levelező is új, továbbfejlesztett klienst kap majd, illetve szorosabb integrálásra kerülnek az alaprendszerbe, és az azokhoz adott más alkalmazásokba is, amikből így egyszerűen és közvetlen módon lehet majd például a felhőbe menteni adatokat. Egyébként a tárhely szolgáltat, tehát a SkyDrive az mintha alapból benne lenne, tehát ezt nem is értem, hogy ezt miért emelték így külön ki. Az egy más kérdés, hogy lehet, hogy ugye a SkyDrive-hoz tartozó egyéb olyan dolgok, mint például akár itt az oda másolható bármi, amit ugye felhőbe szeretnénk tárolni, tehát a szinkronizálás része, igen, azt egyszerűsítik picikét le. Na, aztán állítólag okosodik az ablakozó felület is, hogy ez mit is jelent. A Metro stílusú programok használata ugyanakkor ettől függetlenül is kényelmesebb lesz majd, miután a Microsoft az előbbiekhez kapcsolódó ablakozó rendszerét is felokosítja majd a Blue-ban. A legjelentősebb változásnak ezen a téren úgy tűnik, hogy immár két Metro alkalmazás szó szerint egymás mellett is futtatható lesz, közöttük vízszintes irányba megosztva a képernyőt. Ez eddig nem volt lehetséges, hiszen a Metro stílusú programok a teljes képernyőt elfoglalták, és egyszerre mindig csak az egyik lehetett az előtérben, és teljes mértékben elfette a másikat. Tehát a jövőben lehet például majd ilyen megosztott képernyőbe két metrós programot is használni. Azt nem tudom, hogy lehetett ugrálni közöttük, vagy az csak a rendes programok között lehetett az altabokkal ugrálni. Szerintem a metrós programok között nem lehetett, hanem azok gyakorlatilag a háttérben ugyanúgy maradtak, tehát futottak, de nem tudtál egy egyszerű altabbal ráugrani, ha jól tudom. Nem, illetve tudtál, hát tud, csak én nem használok Windows 8-at, tehát ebben nagyon-nagyon nem vagyok egyébként képbezve, lehet, hogy az én szegénység bizonyítványom, de nekem olyan szinten nem pálya, hogy tényleg én is ezeket az információkat, ezeket leginkább abból adódóan mondom nektek, hogy olvasom a nagy részét, meg amit tapasztaltam azért vele, azokat próbálom veletek megosztani, de bevallom őszintén, tehát én nem szoktam ennek ekkora feneket keríteni egy operációs rendszernek, hanem az a feladat, hogy működtesse a gépet, az kész. Úgyis a programok a lényeg, amiket az ember használ rajta, nem? Nap, mint nap. Innentől kezdve gyakorlatilag én azt is mondhatnám egyébként, és ez teljes mértékben le is fedi a valóságot, hogy én nem is nagyon használom már, még csak a programokat se annyira. Tehát annyira online vagyok, hogy szinte mindent online csinálok. Tehát online nézem meg webmailben a leveleimet, ha esetleg valamilyen dokumentumot írok, már azt is online szoktam egyébként tenni, csak azért, hogy utána rögtön meg tudjam osztani. Most minek dolgozzak helyileg, amikor gyakorlatilag a felhőbe tárolva minden adatom ott van, és gyakorlatilag bárhonnan elérem. Tehát ez sokkal kényelmes és sokkal egyszerűbb. Innentől kezdve nekem annyira például programokra sincs szükségem, de ez csak én vagyok, persze biztos, hogy mindenki egy kicsikét másképp gondolkodik, én elvetemültebb vagyok ebből a szempontból, de hát én ezt szoktam nektek ajánlani, mert rengeteg előnye van a felhőknek, ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni, és általában is szoktam mondani. Na, aztán még egy újdonság, aztán ennyit akkor a Windows frissítésről, ami még így, mert hogy ezeknek nagy része egyébként még nem végleges. Ugye kiszivárgott, és bár tény, hogy ezeket tartalmazza, de még nem a végleges. Tehát a végleges Blue az majd nyáron lesz. Valószínűleg addig ki kell bírnunk, és addig még lehet, hogy egy csomó mindent pluszba beletesznek, de az is lehet, hogy kivesznek belőle, mert mégis úgy gondolják, hogy ez nem jó ötlet.
Viszont az Internet Explorer 11-es is, ha minden igaz, a részét fogja képezni a Blue frissítésnek. A helyben futó alkalmazások mellett a webben futó társaik számára is hoz majd fejlesztéseket a Windows Blue, hiszen a frissítés tartalmazni fogja az Internet Explorer következő 11-es verzió számú kiadását. Ennek újdonságairól egyelőre még kevés derül ki, de ami biztos, hogy támogatni fogja a Firefoxban és a Chrome-ban már régóta elérhető úgynevezett full szinkronizáló, tehát tap sync, tehát full szinkronizálást, azaz a megnyitott webes hivatkozások és munkaterületük egyszerű megosztását a böngésző különböző platformokon futó változatai között. Ezen kívül a webes szabványok, valamint a JavaScript futtató motor terén is fejlesztések várhatók, ezekről azonban még konkrétumokat nem nagyon ismerünk. Azt szintén nem lehet még pontosan tudni, hogy maga a Windows Blue frissítés mikor és milyen körülmények között válik majd elérhetővé. A korábban kiszivárgott információk arra utalnak, hogy Redmond hamarosan, vélhetőleg még a nyár elején kiadhat egy nyilvános előzetest a frissítésből, amelynek végleges változata azután még nyáron elérhetővé válhat. A frissítés minden esetre csak rendkívül olcsón és akár teljesen ingyen lesz majd letölthető a Windows 8 felhasználók számára. Hát logikus is, azért nehogy már még pluszba fizessen az ember a frissítésért, bár ismerünk olyan céget, aminél ez így van, ugye? Tessék? Az egy kicsit más, mert Windows Phone nem is lehet csak úgy frissíteni, ugye? Tehát legalábbis, hogyha valaki az új Windows Phone-ra vágyik, akkor kénytelen új készüléket is venni hozzá. Jó, na, telefonunk van, ha jól hallottam, úgyhogy akkor vele folytatjuk a műsort. Halló, szia, szia! Halló, szervusz, Attila vagyok. Szervusz, Attila, parancsolj! Olyan kérdésem volna, hogy vásároltam egy smart televíziót, uh-huh. És hát ugye azon internetezni lehet. Most nem tudom, hogy hogy van ez, hogyha ugye internetezik az ember, akkor vírust kap, hogy ezen nincs vírusírtó, és hogy ez most veszélyes-e a tévére. Uh-huh. Megfogtál a kérdéssel, a következő a helyzet, mivel ezeken egy ilyen nagyon lebútított operációs rendszer fut általában a Smart TV-ken, ami egy ilyen Linux alapú, általában BusyBox rendszer, így hívják, ezeken úgy nagyon nem terjed a vírus. Tehát ugyanúgy, hogy a Linux-ra is szokták mondani, bár ugye ezt már többen cáfolták, hogy ott a vírus az nem tud mit kezdeni, ez valóban így van. Tehát lehet, hogy bejön a vírus, mert ugye maga az adott weboldal, vagy alkalmazás, vagy bármi tartalmazza, de ugye Linuxon, vagy a Linux alapú rendszerekre ez nem nagyon tud lefutni, tehát nem tud kárt okozni. Úgyhogy igazából ettől nem kell félni, hogy egy Smart TV vírusos lesz. Vannak persze úgynevezett exploitok, amikkel Linuxon is lehet támadást okozni, vagy akár betörni egy rendszerbe, de most őszintén egy okos tévébe, ha betörnek, és ott mit találnak? Tehát két alkalmazást, mert így, tehát olyan sok info, hát maximum jelszavakat tudnak lopni, de hát okosan kell, nem valószínű egyébként, hogy vírus támadás fog érni az okos tévét. Oké. Jó? Oké, köszönöm szépen a választ. Nincs mit, köszi Attila, hogy hívtál, szia-szia. Nos, megyünk tovább. Hát van itt egy Skype hívónk, talán kettő is, majd ha egy lesz belőle, akkor felvesszük. Köszönjük szépen. Konferenciában nem beszélgetek senkivel. Pláne nem, tükörbe pózoló kislányokkal és kisfiúkkal. Az szerintem nem ilyen téma. Jó, megyünk tovább, rátekintek gyorsan a Facebookra. Dani írja nekünk, szervusz vendő, milyen alternatívát tudnál ajánlani a Google Reader helyett? Személy szerint nagyon sajnálom, hogy megszüntették ezt a szolgáltatást, folyamatosan használtam. Köszönöm szépen a segítségedet. Hát ugye az Evernote, hanem gyakorlatilag egyébként nem fog ez megszűnni 100%-ig. Te Krisztián, megtennéd, hogy ezt nem most csinálod? Mert sipog, engem meg zavar. Na, tehát hogy... nem tudom neked egy hirtelenjében, de nem fogják ezt teljes egészében megszüntetni. Én úgy tudom, hogy beintegrálják valamelyik Google szolgáltatás alá, de nem tudom. Én nem használtam egyébként sem, úgyhogy nézőkhöz fordulok. Jó, tehát ha valaki tud esetleg a Daninak segíteni abban, hogy mit lehetne, milyen alternatívát lehetne a Google Reader helyett használni, akkor írjon már, legyen olyan kedves. Na. Na itt van elvileg Gergő. Halló, halló!
Lenne egy kérdésem. Parancsolj! Most az egyik barátommal beszélgetek, most vett egy új fejhallgatót, és most ezt állítgatja a mikrofon. Igen. És az a probléma lenne nála, hogy ha valami olyasmi dolgot beállít rajta, nem tudom mit állít a srác, de elkezd sípolni neki a gépe, és mondtam neki, hogy azt ne állítsa, azt nyomja ki, de viszont ő folyamatosan visszahallja magát, de nem tudjuk, mi lehet a probléma. Erre te mit tudsz mondani? Ez olyan fülhallgató, ami egyben van a mikrofonnal? Tehát egy ilyen headsetes megoldás? Igen, igen. Aha. Hát akkor szokott visszhangozni, két dolog miatt lehet. Az, hogy visszahallja magát, az azért van, mert be van kapcsolva az, hogy a mikrofon az szóljon a hangszórón. Azt először is ki kéne kapcsolni, és akkor nem szól a mikrofon a hangszórón, de ettől függetlenül, ha mondjuk skype-oltok, vagy ilyesmi, akkor még átmegy a hang a másik oldalra, de az ő fülébe nem megy vissza. Tehát ezt a lejárt, tehát ugye a hangerő szabályzónál, a keverőnél, ha megnézed, akkor kétféle beállítási lehetőség van, az úgynevezett playback, tehát a visszajátszás, és a recorded, vagy a rögzített hang. A rögzített hangnál legyen a mikrofon bekapcsolva, de a lejátszandónál ne legyen. És akkor nem hallja vissza a rögzített hangot, akkor ez elvileg megszűnik. A sípolás is emiatt van szerintem, mert ez gyakorlatilag gerjedés, tehát visszahallja önmagát, azért sípol, tehát összegerjed a két hang. De úgy van, hogy a sípolást azt mi halljuk, és minket idegesít, akivel beszélget. Hát igen, mert olyan... Igen, olyan... Aha, tehát szerintem ez azért van, mert ő maga is hallja, ugye? És ugye olyan erős már ez a gerjedés, hogy átmegy a másik oldalra. És ugye, ha Skype-on beszéltek, a Skype-ban van egy úgynevezett ilyen visszhangtiltási lehetőség. Az valószínűleg be van kapcsolva, mert alapból is be van kapcsolva, de ezt a hangbeállításnál meg tudjátok nézni. Tehát az eszközök... Most ő is azt próbálgatta, és úgy csináltuk, hogy folyamatosan kérdezte, hogy hallom-e, meg hogy van-e hang, meg hogy visszhangzik-e. És mondom, én a visszhangot én nem hallom, de... Igen, azt megszünteti a Skype, viszont... Azt nyomja ki, mert ott állított a beállításokba valamit, csak nem tudom mit. És akkor mikor nyomott egyet, akkor bejött az, hogy sípolni kezdett, és mondom, ezt, amit most megnyomták, ezt hagyd abba, ne is nyúj hozzá, azt ne nyom, mert attól sípolni kezdesz. Igen. Hát figyelj, én azt tudom javasolni első körben, tehát ha ez az összegerjedés, ez továbbiakban is fönnáll, akkor amit az előbb elmondtam, tehát ki kell kapcsolni azt, hogy a mikrofon ne szóljon vissza a hangszóron. Egyébként is idegesítő, az ember a saját hangját hallja szerintem, tehát azt alapból ki kéne kapcsolni. Tehát a visszajátszásnál, tehát a lejátszandó keverésnél kell a mikrofont egyszerűen lealakítani. És ezt a hangvezélő pultjába be tudjon-e? Így van, igen. Illetve a Skype-nál, a hangbeállításoknál is érdemes lenne esetleg vagy azt megpróbálni, hogy automatikusan állítsa be a mikrofonnak a hangerejét, vagy pedig valamilyen kicsit kisebb jelszinten, tehát hogy ne üvölcsön annyira, mert az is lehet, hogy azért hallja ugye vissza, mert nagyon hangosra van állítva a mikrofon. Tehát egy kicsit lejjebb kell venni a hangerőt, és nekem akkor ez elvileg megszűnik. Nekem is beállítva, hogy automatikus hangerő szabályozás van, amikor a hang hát jön, az... meg ma, amikor én beszélek, hogy automatikusan visszavegye, hogy ne gerjedjen. Ez pontos, ez egy nagyon jó funkció, csak akkor működik normálisan egyébként, ha jó minőségű a mikrofon. Tehát ez például rossz minőségű mikrofonoknál nem olyan jó. Márkás mikrofonom van, ráadásul webkamerában van beépítve, és én fülhallgatóról vagyok, így hát semmi olyasmi nem lehet, hogy tőlem visszahallanának bármilyen hangot is. Jó, igazából ezt tudom mondani, tehát ha ő saját magát visszahallja, az biztos, hogy akkor azért van ez a fajta sípolás, meggerjedés. Tehát az biztos, hogy attól van, hogy ugye olyan közel van a mikrofon és a füles egymáshoz, pláne, hogyha hangosan van állítva esetleg a fülhallgató, hogy egyszerűen az összesípol. Tehát azt ki kell kapcsolni, hogy a mikrofon ne szóljon vissza a fülesbe, és onnantól kezdve gyakorlatilag maga a mikrofon még működik, át fog menni a hang a másik oldalra, de ő nem fogja hallani a saját hangját, szerintem az úgy a normális. Ezt ha beállítja, szerintem akkor jó lesz utána. Értem, köszönöm a segítségedet. Nincs mit, szia Gergő, köszi, hogy hívtál. És bárki hívhat, akár Skype-on is, tv.fixhd, ugye, jelöljetek partnernek, minket van is egy partner kérésünk, Mayer Nagy Ádám egyébként, ő is most már a partnerünk, úgyhogy hívhatsz minket, Ádám, és bárki más is természetesen, de akár telefonon is lehet, 44 51 3 49, ez a telefonszámunk. Ráskubizok gyorsan a Facebookra, hogy érkezette hozzászólás. Szia, Vendi, olyan problémám lenne, hogy a Chrome böngészőben, amikor YouTube-ot nézek, egy videó hirtelen azt írja ki, hogy a videó jelenleg nem elérhető, vagy valami olyasmit, ez nem a Flash Player hibája? Nagyon zavaró, nincs rá valami megoldás? Hát lehet a Flash Player hibája, és ha a Flash Player összeomlik, az elő szokott fordulni a Chrome-nál egyébként, tessék frissíteni,
mert a legutolsó Chrome frissítésben voltak problémák, de ezt már javították, azt hiszem pont tegnap talán, úgyhogy tessék a Chrome-ot frissíteni mindenképpen, vagy hát ha valakinél maga, ugye be van állítva automatikusra, akkor elvileg ez megtörtént. A flash bővítménye volt egy kis probléma, rosszul kezelte, összeomlott. De egyébként ezt már többször elköveti, elkövette már ezt a hibát a Chrome, tehát majdnem azt kell, hogy mondjam, minden harmadik verzióban ez a probléma. Úgyhogy tessék frissíteni, de az, az igazság, hogy a videó jelenleg nem elérhető, ezt maximum a YouTube szokta kiírni, hogyha tényleg valamilyen YouTube szerver oldali probléma van. Én is találkoztam már ilyennel, bár nagyon ritkán fordul elő, de sajnos van ilyen, elveszti a kapcsolatot a szerverrel, valami karbantartás van, vagy valamilyen vonalszakadás valahol, hát ki tudja honnan jön ugye a videó, és akkor van ilyen. És akkor egy ideig nem lehet elérni azt a videót sajnos, aztán később kell próbálni. Van ilyen egyébként, és nem csak a YouTube-nál, ugye ilyen nagy szolgáltatóknál ez előfordul. Múltkor Gmail-emben nem tudtam bejelentkezni, kiírta, hogy sajnáljuk, átmeneti probléma van, próbáljam később. És egy 10 perc múlva már működött, tehát van ilyen. Vagy a Google Drive, ugye azzal is elég sok probléma szokott lenni, de ettől ugyanez, nem enged be, 503-as vagy milyen hibát ad ki, vagy ups, nem jó, valami nem stimmel, próbáld meg később. Ez sajnos szerver oldali, tehát ilyenkor nem feltétlenül a saját gépben keresendő a probléma, tehát általában, ha egy weboldal nem működik, vagy valamiért ilyen hibákat dob ki, az nem mindig a ti gépetek hibája, sőt valószínűleg nem a ti gépetek hibája, olyankor tessék türelmesnek lenni, illetve kipróbálni gyorsan egy másik oldal, tehát mit tenni valamit, akár a mi oldalunkat, hogy az működik-e. Mert ha az sem megy, na akkor vannak problémák, akkor lehet ugye a net kapcsolatban vagy a böngészőben hiba, de hogyha az működik, nálunk, vagy és ugye ilyen hibát dob ki mondjuk akár a Google, vagy bármi, akkor ott általában szerver oldali probléma van, idővel ezt javítják, tehát valószínűleg ez valami karbantartás, vagy átmeneti hiba, ezeket szokták javítani. Ricsivel folytatjuk, Skype-on keresztül itt van velem, Ricsi, szevasz Ricsi! Halló! Halló, sziasztok, Ricsi vagyok. Van egy olyan problémám, hogy nem tudom, mondhatom-e a laptopnak a márkáját. Mondjad, hogy ha segít a probléma megoldásban. Jó, egy Toshiba laptopról van szó, uh-huh. És töltök le róla, és föl van dugva aksira, de benne van a, illetve töltőre, és benne van uh-huh. az aksia. Igen. És mostanában előszokott jönni az a probléma, hogy mikor lemerül, feltöltöm, és csak 98%-ig tölt fel. Uh-huh. Létezik, hogy megy tönkre az akkumulátor? Hát, figyelj, minden akkumulátor megy tönkre folyamatosan, ugye hát amortizálódik. Az állandó lemerülés, feltöltés, az kínozza az aksit, tehát egy idő után, mondjuk azt szokták mondani, hogy a 3 év, körülbelül ennek a szabatossága, ha lehet ezt így mondani, biztos, hogy le fog amortizálódni. Az, hogy 98%-ig tölti fel, ez csak egy visszajelzés, tehát igazából valószínűleg nem optimális már a működése az aksina. Régi laptop egyébként? Vagy mennyi idős a laptop? Egy éves. Hát akkor az már ott valószínűleg igen. Tehát egy év alatt annyit amortizálódott már. Hát ez nem feltétlenül százalékokban kell mérni. A Windows így tudja visszajelezni, hogy a 100% helyett csak 80, vagy miért tudom 98. Egyébként ez mobiloknál is, meg más eszközöknél is megfigyelhető. Nálam is, mit tudom én, föltölti 100%-ra a mobilt, ugye ez sem mai már lassan 2 éves. Leveszem a töltőt, és 1 perc múlva 95%-on van. Tehát 1 perc alatt nem merül annyit, hanem egyszerűen gyengébb az aksi, nem tudja már 100%-ig feltölteni, bár azt írja ki, amíg töltőm van, hogy ugyan 100%-on van, de amint lehúzod, rögtön veszít annyit a teljesítményéből, hogy akár 2-5-10%-nál még nincs probléma egyébként. Tehát sajnos egyre kevesebb lesz majd neki az üzemideje aksiról, ezt így fogod észrevenni, hogyha amortizálódik, és körülbelül egy olyan 3 komolyabb aksiknál 5 évig ez egyébként tartható, utána már gyakorlatilag majdnem, hogy használhatatlan lesz, ki kell cserélni, vagy újra kell celláztatni az aksit. Jó, oké, köszi szépen. Oké, szia Ricsi, köszi, hogy hívtál.
és buzdítalak benneteket a továbbiakban is, hiszen még van időnk, csörögjetek nyugodtan. Sprada Six-et is felvettük ismerősnek, egyre több ismerősünk, illetve partnerünk van a Skype-on, nagyon helyes, jelöljetek csak minket, ugyanis csak azt tudjuk most már fogadni egy jó ideje azoknak a hívását, akik partnernek jelölnek minket, ugye, tehát úgy ismeretlenül, vagy nem partnerként nem tudtok minket hívni, letiltottuk ugye itt a sok visszaélés miatt, így legalább tudjuk, hogy ki az, aki ki az, aki esetleg partner is visszaélne, és akkor őket tudjuk ugye tiltani, de hát mindenkit meg nem tilthatunk ki, illetve hát megtettük, ezért van az, hogy csak a partnerekkel tudunk beszélni, de hát jelöljetek minket. Megyünk tovább, Danival folytatjuk. Szia Wendy, azt szeretném kérdezni, hogy a videókártyát akartam cserélni, kicseréltem, de addig jutottam el, hogy tölt a Windows és tovább nem megy a videókártya, biztos, hogy jó. Hát csak a driveren nem biztos, nem tudom milyen kártyát mire cseréltél, ha ugyanazon a márkán belül vagy, még akkor is van olyan sajnos, ugye Atinál, ugye Catalyst, Nvidia-nál, Nvidia Control Center frissítése, az mindenképpen javallott a videókártya cserénél. Alapbeállításokon egyébként be kéne, hogy jöjjön. Tehát, hogyha nem megfelel a driver, akkor igazából szabványos VGA kártyaként ettől függetlenül kellene, hogy működjön. Nem tudok mást javasolni, mint a csökkentett módot. Tehát légy be csökkentett módba, távolítsd el a Catalystot vagy az Nvidia Control Centert, hogyha amelyik fönn van. Úgy indítsd újra a gépet, akkor szabványos VGA-ként szerintem már utána működni fog, tehát nem kavar be neki a gyorsító drivere, majd utána a kártyához kapott drivert próbáld meg hozzá telepíteni. Ugye szoktam mondani azt is, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a gyári, illetve pont, hogy a gyári drivert tessék telepíteni, nem biztos, hogy az Nvidia, illetve az ATI általános drivere az jó minden kártyához, tehát célszerű a gyártó oldaláról a gyári drivert, hozzávaló gyári drivert föltenni, még ha az nem is a legfrissebb, mert sajnos ott egy kicsit késve szokták ezeket általában update-elni, de olyan nagyon nagy újításokat valószínűleg arra a kártyára nem nagyon tartalmaz. Tehát ezek az ATI-nak ugye az AMD-s, tehát a katalisztos drivere, mind az Nvidia Control Center az általában az új kártyákhoz tartalmaz frissítést, illetve az új kártyákhoz tartalmaz drivert, a régebbi kártyákhoz meg némi frissítés, de igazából olyan nagyon-nagyon nem lehet ezeket már frissíteni, maximum optimalizálni, vagy ugye bugfixelni, tehát hibajavítást tudnak beletenni, de hogyha egy gyári drivert használsz, valószínűleg az a legjobb hozzá. Tehát a márka alapján a gyártó oldalától, vagy oldaláról használd a legfrissebb drivert, vagy mondhatnám azt is, hogy a telepítő lemezen kapott drivert használt hozzá, de lehet, hogy annál azért van frissebb a gyártó oldalán, és ezt meg kell nézni. Jó? Tehát vannak olyan kártyák, amik megeszik az ATI és az Nvidia általános driverét, mindig a legfrissebbet, ezek általában 2-3 hetente hoznak ki ugye újat, mert hát teszik bele folyamatosan az újabb megjelenő kártyáknak a driverét is, azért frissebb nagy részszint, egyébként meg némi kis javítást tartalmaznak esetleg a régebbi kártyákhoz, de olyan sok újdonságot nem valószínű, tehát nem baj, ha nem a legújabbat használjátok. Jó, Misivel folytatjuk, szintén Skype-on keresztül van itt velem. Hello, hello Misi! Szia Wendy! Hello, parancsolj! Nekem is az akkumulátorral kapcsolatban lenne kérdésem, hogy az én akkumulátorom az már teljesen kész van, tehát olyan 10-15 percet bír. Igen, hát akkor az már régi, gondolom, eléggé. Igen, hát 3 éves már el is múlt. Igen. És én nem is használtam nagyon akkumulátorról, mindig tápról ment. Azt mondta, hogy ki kell cserélni az akkumulátort mindenképpen, tehát hogyha ha benne hagyom így, akkor nem lesz semmi baja, vagy... Hát, nem tudok erre 100%-osan mit mondani, az az igazság, hogy többen azt állítják, ez nagyon gyártófüggő, többen azt állítják, hogy ugye a töltőelektronika tönkre megy, ha rossz az aksi, és úgy töltöd. Tehát, hogyha mondjuk már teljesen használhatatlan az aksi, és benne van, akkor ugye nem tudja tölteni, vagy folyamatosan tölti, és a töltőelektronika ezért sérülhet. Kapci, bocsánat. Egyébként meg mások meg pont azt mondják, hogy hát nyugodt, akkor le kell venni az aksit. De én meg ezt sem feltétlenül biztos, hogy jó ötletnek tartom, mert ugye a töltőelektronika az meg arra van kitalálva, hogy ott valamit tölteni kell. Nem csak ugye tápról működtetni a gépet, hanem tölteni az aksit is. Tehát ha nincs ott rajta az aksi, akkor meg ugye elképzelhető, azért megy tönkre a töltőelektronika, mert hiányolja az aksit. Tehát nem tudok erre 100%-os választ mondani neked. Egy biztos, hogy 3 évenként általában aksit kell cserélni. Most vagy gyárit veszel,
az általában kicsit drágább, és de vannak helyek, ahol ezt újra lehet celláztatni, tehát meg, vannak olyan aksik, amiket újra tudnak gyakorlatilag tölteni, és akkor felújítják, kicsit olcsóbb, még van, hogy jobb teljesítményt is ki tudnak belőle hozni, ez megint csak gyártófüggő, és akkor ugyanúgy használod megint 3 évig, vagy lehet, hogy még tovább. Nekem például van egy nagyon régi laptopom, amiben felújítottam az aksit egyébként. A gyári aksia volt, amit felújítottam. Körülbelül 2-3 évet ment nekem is úgy, aztán ugyanez volt, mint nálad, hogy ilyen 10-15 percnél tovább nem bírta, felújítottam. És ez már szerintem kb. 5 éve volt, és most olyan gyönyörűen jól megy az aksi még 5 év után is, hogy 2-3 órát simán kibírja. Uh-huh. Érdekes jobb módon. Tehát még jobb lett, mint a gyári. Igen. Az a baj, hogy én nem nagyon akarok rá költeni, mert ugye nem is használtam, én eddig sem használtam, és ezután sem nagyon fogom használni az aksiról a gépet. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy olvas utána a fórumokban, hogy a te gépedhez mit mondanak. Biztos, hogy felmerül ez a kérdés sokszor, mert tőlem is megkérdezik nagyon sokszor. És én mindig azt tudom mondani róla, hogy gyártófüggő. Csomó gyártó azt ajánlja, hogy ne szedjük le az aksit, hanem mindenképpen, ha nem arról használjuk, akkor is legyen rajta. Van, aki meg azt ajánlja, hogy ha nem használjuk uzamosabb ideig, akkor szedjük le róla. Tehát ezt meg kéne nézni a te gépedhez, esetleg fórumon, neten, itt-ott körülnézni, hogy mit írnak, mit javasolnak. De hát ha tápról használod, akkor gyakorlatilag szerintem mindegy, hogy most rajta van-e vagy sem. Tönkre nem hiszem, hogy magát a gépet tönkre fogja tenni, nagyon kicsi a valószínűsége. A tápot se? Ez az, amire nem vagyok az, biztos. Nem. Tehát igen, értem. Tehát az a baj, hogyha olyan az aksi, illetve maga a töltőelektronika a laptopba, hogy azzal együtt, hogy tápot ad neki tölti is, és nem lehet a kettőt külön választani, akkor gyakorlatilag végfokos lehet, tehát tönkre mehet a töltőelektronikája. Viszont ha meg leveszed róla, akkor meg lehet, hogy az a baj, hogy ugye akkor meg túl sok tápot ad a gépnek esetleg, és akkor meg szintén a töltőelektronika megy tönkre, azért mert nagyobb feszültséget kap, mint amennyi egyébként kéne neki. Úgyhogy nem, nincs erre ilyen. Ezt abból le lehet mérni, hogy esetleg a töltő mennyire melegszik, vagy nem. Pont ezt akartam mondani, de. Igen. Ezt le tudod azzal mérni. Az biztos, hogyha tölti az aksit, és az aksi már nem bírja annyira, akkor nagyon melegszik a töltő. De ha nincs rajta a töltő, akkor nem szabadna melegednie. Ha akkor melegszik, akkor viszont tuti, hogy túltölt, tehát onnantól kezdve több áramot juttat be a laptopba, mint amennyi kéne neki, és az bizony komolyabb károkat is okozhat. Uh-huh. Jó, oké, rendben, köszönöm szépen. Nincs mit, hello. Szia. Egyébként, ha valaki tud erre valami biztosat, vagy nem tudom, akkor mondjon rá tényleg valamit, mert én innen-onnan kapok információkat, saját tapasztalataimból tudok csak kiindulni, bevallom őszintén, nekem állandóan rajta van az aksi a gépemben, és nincs baja. Tehát jó, mondjuk ez még viszonylag fiatal gép. A másik gépnél, amiről az előbb beszéltem, az előző laptop, ami most már tényleg 7 éves, édesanyám használta, most már ő se használja egyébként, mert már neki is új van, tehát most csak úgy ott van, ilyen tartalékgép. Na, annál van, amit az előbb mondtam, hogy 2 évig gyári aksival ment, tök jó, aztán gyakorlatilag ugye egyre jobban amortizálódott az aksi, majd újra celláztattam, és utána ugyanúgy, rajta volt az aksi folyamatosan, 5 évig gyakorlatilag úgy volt használva, anyukám úgy használta gyakorlatilag, és 2-3 órát még mindig bírja, hogyha leveszem a töltőről, tehát gyakorlatilag nem tette tönkre az aksit az, hogy állandóan rajta volt. Tehát míg lehet, hogyha azt nézzük, hogy 2 év alatt meg a gyárit igen, lehet, hogy direkt csinálják ezt, ha? Kis összeesküvés elmélet, hogy nem véletlenül csinálják ezt a gyártók így. Zoli bácsi erre biztos ezt mondaná, hogy nem véletlenül van ez így. Na, megsokasodtak a skypolóink, pedig lassan vége a műsorőnek, és én még akartam egy kicsit pár hírt mondani nektek. Ati van itt velünk, ha minden igaz. Szevasz, Ati! Hello, Wendy! Hát igazából annyi kérdésem lenne, hogy nem tudom, márkákat meg gyártót mennyire szabad belevonni a dologba. Neked szabad, én nekem nem szabad. Ja, jó. Van egy Acer laptopom, ami nagyjából 1/2 éves, és van benne egy Nvidia videokártya az integrált mellett. Aha. És az a probléma, hogy én ezt a laptopot alapvetően játékokra meg videózásra használom, és a videokártya néha annyira túlmelegszik, hogy az egész rendszert kikapcsolja. Aha. Tehát ez a, mint hogyha elmenne az áram egy nagy gépnél. És hogy úgy vettem észre, hogy nem úgy pörögnek a ventilátorok, ahogy maxon kéne. Tehát nem tudom, hogy ez ellen lehet-e tenni valamit, mert hogy már egy külön hűtőm is van hozzá. Mert hogy nem hangosak a ventilátorok, szóval nem vettem észre, hogy igazából hűtenék-e.
Tehát a külső hűtőrendszer jobban hűt szerintem. Értelek. Hát sajnos, ez öreg laptop már, vagy mennyi idős körülbelül? Hát tavaly nyár előtt lett véve. Ah, tehát akkor mondjuk majdnem egy éves. Hát figyelj, nem tudok rá konkrétumot mondani, egy biztos, hogy valószínűleg a ventilátorokkal, tehát a hűtéssel lesz valami gond. Ahogy, tehát valószínűleg te is jól tippelted, tehát azért, hogyha nagyon melegszik a gép, akkor azoknak a ventilátoroknak igenis suhogniuk kellene. És ha nem suhognak, akkor ott vagy elektronikusan van ezzel valami gond, és nem hajtja meg annyira a ventilátort, vagy a ventilátorok már egyszerűen előregettek, és nem képesek annyira a forgási sebességre, és nem hűt annyira. De ezt mindenképp ki kell cseréltetni, különben be fog sülni a gép. Jó. Idővel. Tehát egyébként jó az a külső megoldás, én is láttam már ilyet, sőt javasolni szoktam, hogy vannak olyan gépek, amik alapból nagyon melegszenek, és célszerű hozzájuk egy ilyen hűtőtálcát venni gyakorlatilag, azzal egyébként lehet elég jó hűtést elérni. De hát, hogyha belül már gond van, akkor ez lehet, hogy kevéske. Tehát ezt mindenképpen el kéne vinni szervízbe, vagy nem tudom, gondolom még garanciális akkor, hogyha nem hát, ha minden igaz, igen. Egyébként. Akkor szerintem ezt vidd el, szépen mondd meg, hogy mi a probléma, pucolják ki, cseréljék ki. Az is lehet egyébként csak poros, vagy nem tudom, hogy mennyire használod olyan körülmények között, de azért bármennyire is zárt ugye egy laptop, azért abba bele tud menni a por elég rendesen, tehát az is lehet, hogy konkrétan bele van sülve mondjuk a por, és ezért nem hűt annyira optimálisan. Tehát ki kell pucolni. Azt mondjuk lehet, hogy te is meg tudod tenni, veszel esetleg ilyen sűrített levegőt, és jól kipucolod, amennyire tudod. Uh-huh. Tehát azt megpróbálhatod. Ha nincs javulás, mindenképpen javaslom a szervizt. Jó? Tehát pláne amíg garis, tehát akkor ezt meg kell csinálniuk szépen, mert hát ez nem a te hibád, ez vagy konstrukciós hiba, mert sajnos ilyenről is hallottunk már, hogy van olyan gyártó sajnos, aki nem nagyon foglalkozik ezzel annyira, és kicsit alul tervezi a hűtését a gépének. Lehetséges, hogy itt is erről van szó, ezt mindenképp a szervizben tudják neked megmondani. Jó. Hát okay. Köszönöm szépen. Hát nincs mit, szia Ati, köszi a hívtál. És hát a műsoridőnk nagyon-nagyon végén vagyunk, úgyhogy hát nagyon-nagyon sokan kérdeztetek, aminek én nagyon örülök, csak nem fog tudni válaszolgatni rá, na gyorsan szemezgetek még itt egyet-kettőt. Ákos, sziasztok, Vendi, tudnál segíteni, hogy mennyi egy iPhone 3G-es függetlenítése? Ugye megbeszéltük, hogy a függetlenítés az nem túlságosan legális, az, hogy mennyi, hát ezt én meg ilyet biztos, hogy nem fogok neked mondani, Ákos, ha te ilyet szeretnél, akkor informálódj róla. De csöndben, jó? Tehát ne egy tévéműsorban. Aztán Zsolt, szia Vendi, a laptopom egy integrált és egy GeForce 500, GT 500, mi ez, 620-as M típusú videókártya, és van az eszközkellőben mind a kettő megtalálható, honnan tudom, hogy a működés közben melyiket használja, előre is köszönöm a választ, Zsolt. Következő helyzet, általában a laptopokban ez úgy néz ki, hogy úgynevezett rásegítés van, tehát olyan, mint annak idején voltak ezek a gyorsítókártyák. Ez gyakorlatilag a laptopon belül, ezek a mobil gyorsítók, tehát aként funkcionálnak. Tehát gyakorlatilag egy kártyáról beszélünk, plusz egy gyorsítóról. Tehát igazából a videókártyádat használja, az integrált videókártyát egy gyorsítással. Tehát mindkettőt használja, amikor kell a gyorsítás, akkor gyorsít rajta, nem kell, akkor nem gyorsít, de gyakorlatilag mind a kettőt használja. Tehát nem lehet ezt így külön választani ilyen szinten. Benne van, mind a kettő működik igazából. Aztán, legalábbis én így tudom, hogy ez így van, persze lehet, hogy vannak más megoldások is, mert lehet ugye külső, meg nem tudom, vannak azért ilyen gamer laptopok, aminek ugye tényleg több videókártya van benne, és akkor általában ugye tehát azt használja, amelyikben a 3D gyorsítás van, és ugye a kijáratok, tehát ha van valamelyiken, vagy nem SDI, hanem mi az, HDMI, meg VGA, lehet, hogy a HDMI-n jön ki digitálisan, és az a gyorsítókártyához tartozik, viszont lehet, hogy a magát a képernyőt meghajtó, plusz a VGA kijárat, az meg nem. Bár ez hülyeség, mert akkor ugye a játék közben a saját képernyőt nem hajtaná meg, tehát szerintem ez úgy működik, hogy egybe van gyúr, ez egy gyorsítóként funkcionál csak, tehát ellátja plusz energiával gyakorlatilag, illetve plusz powerrel az alapvideókártyát. Ádám kérdezi, mit szólok az időjáráshoz, megint hóvihar van. Hát azt szólom, és akkor legyen ez a végszó, hogy tényleg vigyázzatok magatokra, megint riasztás van kiadva, az országban több területen is megint ugyanaz a helyzet, mint két hete volt.
huátfúvások, nagyon rossz ítéletidő, úgyhogy én is tényleg mindenkinek, aki néz bennünket, csak azt tudom javasolni, hogy maradjatok otthon, ha nem muszáj, akkor ne kezdjetek el ilyen időbe közlekedni, otthon a legbiztonságosabb még így is. Jó, hát ha valaki meg nagyon, nagyon útra szeretne kelni, vagy kell, útra kell kelnie, akkor vigyázzon magára, jó? És mindenképp tessék a gépjárművek műszaki állapotát ellenőrizni, mielőtt elindul valaki, legyen elég üzemanyag, legyen jó a fűtés, legyen benne azért hólapát, hólánc, ilyesmi a kocsiba, ítéletidő van. Mindjárt itt az április, és kicsit az időjárás az nem igazán akarja a tavaszt itt nekünk meghozni, hát de reménykedjünk, jó? Én köszönöm szépen a figyelmet, restart holnap is, ugyanígy 6 órától, de 6 órát mi az 5 órától, úgyhogy én itt leszek, remélem ti is. Sziasztok! Együttműködő partnerünk Acer.